reggel. Jó reggel. Hát, Feri bácsi, legalább 9 órára nem rendeljük már. Hát mi nem, hát, nem rendeljük, de Feri bácsi is. Feri bácsi is reggel már megérkezik. De meg kell nyomnom itt valamit majd? Én szerintem most már megyünk. Már élő adásban vagyunk, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok, üdvözöllek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Hát itt a csendes esős éjszaka után kicsit hűvös reggellel, de itt vagyunk újra. A mai napon is gyűjtjük az ajánlásokat, Dobrev Klára vezette Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti listája. Listájára, és szeretnénk azt, hogyha minden többen eljöttek. Több ezeren voltak, csak itt Újpesten is, itt azokon a környezetekben, az STK-nál, a Káposztás megyeren, akik eljöttek és segítettek nekünk. Tegnap is volt vendégünk, Hajdú László képviselőtársam a szomszéd választókerületből, jött el és segített nekünk, köszönjük neki. De mára van igazi meglepetés, mondhatnám, hogy a költészet napján, egy kedves hölgy érkezik. Én ezt nem tudom nektek versben elmondani, de a lényeg az, hogy Dobrev Klára ma délután 16 órától, tehát egy kicsit gyertek hamarabb, 3:30 utántól, itt sokan leszünk, és ha valakinek van kedve verset mondani, még azt is mondhat. De a lényeg az, hogy Dobrev Klára és vele együtt Kovács László volt európai biztos, aki ma délután itt lesz és támogat, segít bennünket azzal, hogy beszélget mindenkivel, aki ellátogat ide hozzánk. Úgyhogy kedves barátaim, gyertek, és bár hűvös ez a mai reggel, találkozunk itt Újpest központjában, Szent István téren, ahol Dobrev Klára 16 órától, és Kovács László lesz az, aki nekünk segít. Amennyiben itt a mai nap folyamán még újabb látogatók jönnek, természetesen annak mindenkinek örülünk, hiszen azok az ajánlások, amelyek gyűlnek, azok támogatják, segítik azt, hogy Magyarország továbbra is az Európai Unió maradjon, bármit is mondanak a versenytársaim, bármit is tesznek, a legeurópai pártként mi képviseljük azt, hogy valóban Magyarországon nyugodtabb, és mondhatnám azt, hogy olyan nagyon háborúmentes, állandó vitákkal terhelt, biztonságos országban élhessünk, Európában, Magyarországon. Gyertek, beszélgessünk erről, és legyetek részesei ennek a napnak. Várjuk az ajánlásokat. Szervusztok, szép napot kívánok nektek, gyertek velünk. Köszönöm szépen. Jó volt, hogy két embert találjuk. Mondtam, hogy nagyon jó.